Szia, szevasztok, én Robi vagyok, és a mai videóban nem tudom, miről lesz a téma. Vagyis kb. Tudom, de mégsem. Az biztos, hogy ma megyünk valahova. Egy nagyon érdekes helyre megyünk. A nézők közül sokan tudjátok, hogy hova megyünk, de még nem árulom el. Ebben a részben biztos lesz széldinamó, napelem, tekercselés, de még biztosan én se tudok semmit. Na, induljunk is el! Megérkeztünk. Na, ki tudja, hogy hol vagyunk vajon? Megérkeztünk. Lássuk, hogy ki ismeri fel a területet. Na, ki ismeri fel a területet? Na, mi van ott? Itt a széldinamó. A mikroszilver. Tiszteltetés, örvendek, hogy ide találtál. Szervusz! Volt-e ide tanálni? Nem, nagyon-nagyon jó kis utunk volt. Utam. Ilyen a kis termelő szövetkezet. Na, itt forognak azok a videók, amiket lehet látni. Itt van a tető. Éppen tellik a sas. Itt a sas. Ott van a háztetőn a másik sas. Jelenleg nem fúj egyáltalán a szél. Na, menjünk bejébb, és onnan jelentkezek tovább. Na, itt vagyunk bent, Paks 2-nél. Fú, itt a nagy fal, a rengeteg lítium cellával. Itt a kis inverterünk, itt a rengeteg technika. És itt van a szélpercek adás főszereplője. 1997-nél vagyunk, nem fúj a szél semmi. Na. Ez ott meg közben töltsögetünk, ezért elám. Töltjük. Ja, mondjuk azt mutattam, igaz? Azt nálam is látták. Azt ja, látták, töltjük az a sast. Húzatjuk ezért el. Na de, mi lesz ma még itten? Ma tekercselni fogunk, és mégpedig a széldinamót fogjuk megtekercselni. Mindjárt felmegyünk a tetőre, lehozzuk onnan, és nekiesünk. Lehoztam a kis aprócska szerkezetet egyébként. Így nézünk ki ugye közelebbről. Láttuk ezt már gyakorlatilag, tehát van itt ezen megbotránkoztatni való is, meg minden, hogy ilyen, meg olyan, de maga az ív, az jó. Tehát azt az egyet senki nem vetheti a szememre, hogy nem jó az ív. Bár sokan mondták, kicsi a kanál, meg nem tudom. Kanálnak nevezték ezt az ívet, ami az erőt átviszi. Azért a 100 kilométeres szeleket mindenféle gond nélkül átvészeltük vele. Hát igen, ugye mondták, hogy hát nem reszelted meg. Hát igen. Nem is fogom. Ezt elárulhatom. Nem is fogom. De ez megvan. Az az egy megvan. Meguntam. Mérjünk egy feszültséget, hogy is kéne. Mit ad ez így, hogyha így megdobáljuk? De odaadom a kamerát, és akkor... Én megpörgetem egy olyasmi fordulatba, amiben nagyjából szerintem már termelnie kéne.
Nálad az, hogy nekünk 8... Ez azért már itt elég szépen. 8, 9... Itt már nekünk szerintem kéne termeljen. Hát itt még nem fog, az a baj, hogy... Itt már el kéne érni. Üres járos. Igen. Na reméljük, hogy ezen az eredményen egy kicsit így túllendülünk. Tehát azért ezt a fordulatot, nem tudom ezt a fordulatot, hogy ez milyen lehet. Hát 60-as. Szinte egyes fordul másodpercenként. Igen, körülbelül 60-as. Na most ez nem kell mértenül a pontosan venni. Itt vagyunk ilyen 8, maximum 9 volton. Két fázis között. De jó ventilátor egyébként. Nagyon jó ventilátor. Egy ekkora ventilátort így azért el tudnám kísérni itt a műhelyben. Nem érem tudnám legyártani magamnak. Hát szép egyes. Ahhoz képest, hogy dekupír fűrésszel vágtad ki, látszanak az egyenlőtlenségek, de szép. De most érted, volt egyszer egy privát beszélgetésünk, ha visszaemlékszel rá, úgy másokkal is, meg veled is, és a gyakorlatban azt mondták, hogy hát a pillanatragasztóból, hogyha a nyomtatott változatra egy cseppel többet teszel, akkor már kimegyen. Igen, az a 2 gram. A 2 gram, és akkor így, hát akkor így körülbelül így 3 dobozzal így félrecsepegtetek, és még akkor is ki tudja, hogy... Hát szerintem itten vannak 40-50 grammok is a végeknél. Na de a technika, ez érdekes lehet másnak egyébként, ugye 2 darab fűrészpenge van, ilyen akármi, és ugye látszik, hogy így mint egy nyeklik-nyaklik, annak ellenére a izeit azt kirigette a 100 kilométeres szeleket. Hátul némi kis szögvas erősítés, ide lefele nincs is lecsavarozva egyáltalán, csak ugye magához a duplungolás, ugye, hogy meg van erősítve, ne tudjon eltörni. Itt segít az, hogy ne tudjon hátraborulni a lapát. 1 darab zip tie, nem a magyar megfelelője, kötegelő, és az újabb lapátoknál még zip tie se, csak szigetelő szalag. 100 kilométert úgy kivittem, mint a húzat, minden gond nélkül. Nem szállt le. Ja, és nincs csavarra rögzítve. Cső a csőbe elforog, be van végezve. És még el se repül. Semmi. Hát ezek a pengék nem tudnak eltörni, mivel hogyha a kaszálás közben elkapunk egy-egy követ, és akkor nem törik el, akkor ettől a ventilátortól biztosan nem fog. Annyi, hogy ugye ez mozog ide-oda, tehát ugye arra referál mondjuk, hogy így ide-oda látszik azért, hogy á, de mivel fel ez... se fekszik rendesen. Ez rugalmas acél, ez sose fog eltörni. Hát, ha el is törik, nem hiszem, hogy túl nagy kárt tudna okozni. Maradjunk ennyiben, én nem hiszek benne. Más hihet benne, de én nem. Szétkapjuk, megnézzük, hogy mi van a tekercselés. Na, szétkaptuk a zsebaórát ügyesen, az ügyes kis tákolmányomat. Meglátjuk, hogy milyen ki belőle. De akkor az előfordultam ide egyébként a villanyórához, és ránézek, 0 amper, 0 watt, mondom, ez semmit se csinál az égvilágon. Őt eszembe, jó, hát levettük. Szegény mit csináljon? Na, van választás bűséggel. Meglátjuk, amelyik a legjobban adja. Az majd lesz valahogy, olyan még nem volt, hogy ne legyen sehogy. Kercselés elkészült, szálak visszahúzva, immáron csak be kell kötni ide a vészvilágítást, ügyessen, és teszt. Gyönyörű szép lett egyébként. Feszültséget, hogy én ugyanúgy meghajtom kb. 1 fordulat per másodperccel. Én határozottan érzem, hogy ez már többet mutat.
11-12 volt. 11 voltra jött ki egyébként a számítás is, és ott is van. Ez egy fordulat per másodpercet tekerem gyakorlatilag, még lehet még lassabban is. Tök jó. Ez nagyon jó. Na. Veszedelmes. Akkor szóval... Ez a pici jószág nagyon veszedelmes. Akkor 57 meneten voltunk, gyárilag. 57 meneten, és megnöveltük a menetszámot 80 menetre. Világította meg? Azt nem néztem. Nem, tűnt szembe. Bizony, hogy világít. Bizony, villog. És azt mondja, hogy mikor abba hagyja a villogást, úgymond szemre, akkor vagyunk 12 voltnál. De itt már 14 volt ott tekersz. Jó, az a lényeg, hogy gyakorlatilag 8-9 volt között, csak villog, még szemre is. Teljesen jó. Teljesen jó, meg lesz egy tehát az, hogy átfordul, akkor csak villog szépen mutatja, hogy itt csak impulzusok vannak. És akkor, amikor abban hagyja, egy ilyen elég nagy frekvencián megy, akkor már elérte a 10 volt feletti. 10 volt feletti. Az már töltő. Nagyon jó. Jó, de nagy hőalkoholos. Ez a pici! Nagyon csepp kis ventilátor, ez azért. Mondtátok, hogy miért nem csináltam nagyobbra. Mert nagyon nagy már így is. Nagyon nagy már, így is nagyon nagy. Hát magasabb. Jó, mondjuk a főtől egy kicsit magasabb, ugye. Hát ezért, de akkor is, hát... Centi. Mennyi? Hát ez van 100... 180 vagyok. Az kb. Annyi, mondhatni. 180 na. Na, csináljuk úgy, hogy 180. Hatalmas jószág. Hát gyönyörű szép. Gyönyörű szép, gyönyörű jó. Na nem maradt más hátra, mint felpakolni szépen a helyére ügyesen. De sötét van. Na és tudjátok, hogy mikor a legjobb szelet szerelni. Természetesen es. Amikor leeshet-e a... Itt halsz meg. És alacsonyan van ráadásul, mert hát igen, ebben a kis 8 méteres magasságban itt egy létrán állni, kötés nélkül, majdhogy nem is éri meg. Azt mondom, hogy mindenki vigyázzon, hogy mikor mit csinál, mert hogyha leesel, azért a 60 forintért a 3 hónap alatt termel 60 forintot, annyit nem ér semmi, soha semmilyen körülmények között. És ez nem nehéz erőmű, hanem egy kis könnyű erőmű. Így innen tényleg kicsinek tűnik. Hát nagyon. Bózisztó kicsi. Ezt mondja, hogy jön a trükk. Ez a technika, szerencsére, hogy oda beleesett. Szerencsére nincsen izé, nincsen szél. Ez egy nagyon jó dolog. De tudd meg, most, hogy felemeljük, biztos egy hétig nem fog fújni a szél. Jó, és akkor most még ki kell bányászni a vezetéket. Igazi műtét ez. Ezt nem kellene nézni. És hát ez benyúlni pont akkora a lyuk. Ez szereti a kábel nagyon az ilyet. Ezek ilyet, ez már nem ilyen. De beleültetjük, ide kéne a gumibak egyébként, és akkor nem adnád ekkora izét, ekkora mozgást. Nem lenne morgása. Hát, morgás ugye lesz, de... Na, akkor békötés. De milyen szélcsend van. Semmi. Darabig nem fogjuk látni forogni szerintem. Ám a hónapra mondod szeret. Csak nem beszünk ki.
Nem volt a vattóra. Na, meglássuk majd. A vattóra minden, meg a vattóra nem hazud. Na, ennyi lenne a videó. Ez már egy másik nap, sőt egy másik hét. Nagyon későn fejeztük be a széldinamót. Másötétben raktuk fel, és azon felül kávé 3 napig nem is fújt a szél, egyáltalán nem forgott a széldinamó, de viszont a napokba küldött Microsilver egy pár videót az eredményekről, hogy mi is történt, hogy eredményes volt-e az átalakítás. Véleményem szerint a teljesítményén nem sokat növeltünk, de viszont a kis eredményeket megfogtuk. Na, lássuk is, mit küldött Microsilver. Kezd megjönni a szél. Mindjárt benézünk, hogy mit mutat, mert most már kezd eredmény is lenni, biztos vagyok benne. Kezd némileg nagyobb szelünk is lenni, és akkor már most már ilyen nagyobb értékek is bevejövögetnek. Viszonylag folyamatos, így már kezd forogni, de ez még mindig nem a gyors forgás, ez még mindig csak forog az állással ellentétben. Zajlanak itt a kísérletek. Figyeld, hogy tolja. Veri neki, mint a veszedelem, szó szerint. Extra lágyba. Ugye nem adtunk neki izzót, az izzó nélküli. Izzóval másképpen fogja kicsit viselkedni. Utolja egy amperrel, mint a veszedelem. Hát megnőtt a feszültségünk, ez érezhető. És nem orkán van, hanem csak úgy lengerezik a szél. Ez nagyon-nagyon fontos. A tekercsel is hibátlan. Hogy választunk egy megfelelő dolgot, hogy mikor milyen szélben, mikor nyerő gyakorlatilag, hogy a kisebb ellenállás, nagyobb ellenállás, vagy vagy az ellenállás nélküli. Úgy közvetlen erre kötve jobb esetleg, ki kell tanálni. De ha lesz szelünk, ez még jobban fog dolgozni. Én is köszönöm szépen a mikrobi úrnak, hogy ezt így megcsinálta, mert azért jelentősen kitolódott a kis teljesítményű termelés is, és a nagy teljesítményű termelés is megmaradt, hát az ugyanúgy bejön, aminek be kell jönni. És ugye annak ellenére, hogy vékonyabb dróttal lett megtekerve talán, attól függetlenül jobb a stabilabb a bejövő áram. Bármi hihetetlen. Szóval én nagyon-nagyon jó eredménynek tartom ezt a dolgot, és eljött az a pont akkor, hogy nem maradt más hátra, mint bedobozoljam ezt az egész mindenséget. Ennyi az annyi. Na, most már tényleg ennyi ennek a videónak. Ez volt a szélpercek bővített adása. Élmény volt ott lenni, látni azt a lítiumfalat, a Paks 2-t, és ott a kis gépezeteket, ahogy gerek, kattog, minden működik, és örültem, hogy segíthettem áttekercselni a motort. Remélem, hogy másnak is segítség lesz ez, és egyre többen fogunk bele a szélnek a megfogásában. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, lájkold, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!